Rendhagyó bejáráson ismerhették meg ma az érdeklődők a budai vígadó épületét, amely a pincétől a padlásig megújult. Az építészeti koncepció lényege, hogy a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével az eredeti állapotok minél teljesen visszaállítása mellett az intézmény több funkciója a mai korszerű igényeknek megfelelő elhelyezést kapott. A lépcsőház visszanyerte régi pompáját. A falat díszítő elemeket és a lámpákat például korabeli fényképek alapján készítették el újra, csak úgy, mint a színházteremben lévő szecessziós csillárokat. Ez a nézőtér, pódium, ez összecsukható. Tehát ez elektronikusan össze lehet csukni, és a végén a teremben mindegy szekrény egy kb. 1 méter szélességben áll. A színház termet úgy alakították át, hogy az akár bálok megrendezésére is alkalmas legyen. Az udvart pedig üvegtetővel fették be, így egy különleges átrium jött létre. Lebontották az utólagos beépítéseket, elvégezték a ház szigetelését, műhelyeket, raktárakat, könyvtárt és próbatermeket alakítottak ki a hagyományok házának otthont adó épületben. Ez egy viszonylag jó a padló. Az Árkai Aladár és Kallina Mór tervei alapján készült épület felújítása 2 évig tartott. A szakemberek szerint a 19. század végén átadott budai vigadó egyre rosszabb állapotban volt, ezért volt halaszthatatlan a rekonstrukció. Amik megmaradtak leginkább, azok a fölvezető terek, tehát az előcsarnok, a díszlépcsőház és a nagyterem, ezek megmaradtak, mint tér, csak nagyon elrontották őket, eltüntették a felülvilágítókat, a díszítettséget, a festéseket, a stukkót. Itt a feladat az volt, hogy ugyanezeket visszaadjuk a régi termeknek. A több mint 7,5 milliárd forintból felújított épületben számos új programmal várja majd a látogatókat a Hagyományok Háza. Büszke vagyok arra, hogy 2001-ben már, amikor megalapítottuk a Hagyományok Házát, akkor már terveztük a határon túli hálózatainkat. A megújulás inkább a kiteljesedés jelenti ilyen szempontból, hiszen úgy érzem, hogy egyrészt a magyar társadalom is kezdi fölismerni azt, hogy szüksége van erre a tudásra, amit a paraszti kultúra hordozott hosszú évszázadokon, évezredeken keresztül. Másrészt pedig mi is kezdünk arra ráébredni, hogy hogyan tudjuk ezt hatékonyan átadni a magyar társadalomnak. Az újranyitás alkalmából egészen vasárnapig táncelőadásokkal, gyermekprogramokkal és kiállításokkal is várja a nagy közönséget a Hagyományok Háza. Bolgár pedagógiai előadás a Momkultban. Nem mindennapi program, de előfordult már ilyen. A gyermeknevelést, oktatást hivatásként választók néhány éve már olvashattak róla. A balkáni ország átvette egy itthon kifejlesztett szenzitív pedagógiai módszert a szüleiket vesztett gyermekek megmentésére. Az elmúlt években a hegyvidéki iskolák és óvodák is hozzájárultak ahhoz, hogy a bolgár gyerekek iskolai felkészítése, oktatása is kicsit megváltozzon. 7 évvel ezelőtt kereste meg polgármester urat, Zdravka Gavrilova, aki a koordinátora, lelkes éltetője ennek a programnak, a Tengeri Akadémia 2020 programnak. Ez egy országhatárokon átívelő nevelés, oktatás, fejlesztési program, és azért kerestem meg polgármester urat, hogy csatlakozzunk ehhez a kezdeményezéshez. Polgármester úrnak is, és nekünk a kollégáinak is szívügyünk a nevelés, oktatás, úgyhogy rögtön 2011-ben csatlakoztunk a programhoz, és azóta lelkes és nagyon aktív résztvevői vagyunk ennek. A találkozókon persze a magyar pedagógusok és óvópedagógusok is fontos információkhoz, tapasztalati tudáshoz jutnak. De a résztvevők úgy látják, a vendégek számára is sok újdonsággal tudnak szolgálni. Minden óvodába és iskolába ellátogattak már a kollégák, a bulgár kollégák, ami nagyon jó tapasztalatcsere. Mi is voltunk Bulgáriában, ott megtapasztalhattuk, hogy ők egy teljesen más rendszer szerint dolgoznak, tehát sokkal központosítottabb, nincs ekkora szabadság, és nincs ekkora személy és tárgyi feltételi, mint például Magyarországon, úgyhogy neki kifejezetten jó lehet ezt látni, hogy itt azért mennyire úgymond előre haladottabb a rendszer, az oktatási rendszer. A Tengeri Akadémia 2020 program hegyvidéken megtartott legutóbbi találkozója az óvodások iskolai előkészítésével és integrálásával foglalkozott.